A hagyományokhoz híven ismét megrendezték Vésztő városában az 1848 méteres futást március 15-e alkalmából. Az eseményt 2014. március 14-én tartották, ahol kicsik és nagyok egyaránt képviseltették magukat. A programon bárki lefuthatta a távot, aki kedvet érzett egy kis sportolásra a nemzeti ünnep alkalmából, viszont volt olyan is, aki futás helyett kerékpárral vagy akár rollerrel vágott neki a majd csak 2 kilométeres távnak. Az 1848 méter a Bagolyvártól indult és a Ligetig tartott. A résztvevőket 2 turnusban indították el a hagyományőrző egyesület tagjai, akik puskalövéssel jelezték, mikor is van a rajt. Először a nagyok indultak neki a futásnak, majd a kicsik is követték őket rendőri kíséret keretében. Futás végén a szervezők mindenkit egy teával és egy kalácssal vártak, hogy a vállalkozó szellemű egyének pótolni tudják az elvesztegetett energiáikat. Természetesen az első 5 helyezettet mindkét csoportban díjazták, a nyertesek labdát és oklevelet kaptak kiváló teljesítményükért. Miután véget ért az ünnepi maraton, a lakosok közösen összegyűltek és fáklyákkal vonultak fel. A menet a Ligettől a templom térig tartott. A templomhoz érve a tömeg egy ünnepi áhítaton vehetett részt. Először Juhász Sándor, a Vésztői Református Egyházközség református lelkésze szólal fel, majd egy zenés műsor vette kezdetét. Szabadság éljen a haza, esti eső, Mari. És békesség adassék nekünk bőségesen a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Az ő nevének segítségül hívásával gyűltünk egybe, áldja meg Isten az ünnepi előkészületünket, ünnep estéjén az itteni elcsendesedésünket. Hallgassunk meg egy gitáros énekszolgálatot, majd az igei üzenetet Pocsai Vince kárpátaljai lelkipásztor szolgálatával. Ábram anya, hívj a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés válaszadó. Rabok voltunk mostanáig, kározottak ősapáink, így szabadon éltek voltak, szolga földben nem nyugodtak. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk,
világán élete, mint a haza becsülete. Fényesebb a lánc nálata, jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordtunk, ide veled régi kardunk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek századunk, lemossuk a gyalázatunk. Mosírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ezt követően Pocsai Vince református lelkész igetolmácsolását hallgathatták meg az egybegyűltek, majd Hollósi Márta, a Kisbálint református általános iskola történelem tanára idézte fel forradalmi gondolatait. Jöjjön áldás, kegyelem és segedelem onnan felülről, a világosságnak atyától, kitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Ünneplő kedves testvéreim, Istennek igéjét a Mózes második könyvéből idézem, a 13. fejezet válogatott verseit. A Mózes második könyve 13. fejezetében a következőket olvashatjuk. És azt mondta Mózes a népnek, megemlékezzél a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgálatnak házából, mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr, azért ne egyetek kovászost. És add tudtára a te fiaidnak azon a napon mondván, ez amiatt van, amit az Úr cselekedett velünk, mikor kijöttünk Egyiptomból. És legyen neked ez jelgyanánt a te kezeden, és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy az Úr törvénye a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr Egyiptomból. És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván, micsoda ez, akkor mondd el néki, hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgálatnak házából. Ünneplő kedves testvéreim, minden népnek, minden nemzetnek az életében van valami nagyon fontos, valami nagyon döntő, olyan állomás, amely meghatározója nem csak jelenének, még inkább meghatározója jövendőjének, olyan, amely akár gyökerestől is megváltoztathatja egy embernek, egy családnak, egy községnek, egy országnak, vagy egy nemzetnek az életét.
Sajnos ezek a változások idővel lassan feledésbe merülnek, lassan már csak a történelemkönyvnek sárguló lapjain vannak még megőrizve, és hova tovább annál inkább elferdülnek. A Mózes második könyvében egy olyan felszólításról olvasunk, amikor Mózes elmondja a választott népnek, hogy nemzedékről nemzedékre emlékezzenek meg az Egyiptomból való szabadulásról, emlékezzenek meg arról az éjszakáról, amikor bekövetkezett a tizedik csapás, és emlékezzenek meg arról, hogy hogyan vezette Isten az ő népét 40 esztendőn át a pusztán keresztül, míg megérkeztek a szolgaság házából a tejjel és mézzel folyó ígéret földjére. Nagyon a lelkére helyezi minden embernek, hogy ne csak ez a nemzedék, aki részese volt az Egyiptomból való szabadulásnak, az emlékezzen, hanem még inkább elmondja, hogy add tovább ezt majd a te gyermekeidnek, a te unokáidnak, és minden felnövekvő nemzedéknek, hogy ez egy olyan mementó legyen mindenkinek az emlékezetében, amelyben akarva akaratlanul is figyelme, tekintete a szabadító, a mindenható Istenre összpontosul. És kedves testvérek, jó lehet több ezer esztendő telt el azóta, amióta Mózes ezt a rendeletet adta a zsidó népnek, de legyen hála Istennek, hogy ez a rendelet azóta is szól, nemzedékről nemzedékre, mert hogyha az Ószövetségben Isten választott nép a zsidó nép volt, akkor azt hiszem nem túlzás, ha azt mondom, hogy az Új Szövetségben az Isten választott népe, ez a magyar nép, a magyar nemzet. Éljen bármerre a világon, de mégis szívében hálaadással, és büszkén vallja, hogy ő az Isten választott népének a gyermeke. És ha azt mondja ma Isten igéje, hogy emlékezzél meg, akkor természetes dolog, hogy nem csupán arra emlékezünk, hogy 166 esztendővel ezelőtt volt egy szabadságharc, amely sajnos ugyan elbukott, hanem arról emlékezünk elsősorban is, hogy a mindenható Isten ezernyi vész és megpróbáltatás között is megtartotta és megtartja ezt a maroknyi magyar népet. Sokszor feltesszük talán magunkban a kérdést, hogy mivel vagyunk jobbak, különbek másoknál, hogy Istennek ilyen gondja van ránk. A válasz egyértelmű, Istennél rejtett titok, nekünk egy a fontos, hogy hálaadással gondoljunk arra, hogy Isten minket a történelem ezernyi viharán keresztül is olyan nagyszerűen, olyan csodálatosan átsegített, átvezetett, és most itt lehetünk azért, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk azokra a hősökre, akik akkor akár fegyvert fogva, akár más eszközzel, de megpróbálták a szabadságot, az emberi szabadságot a magyar népnek kiharcolni, és miközben ezekre a hősökre emlékezünk, ott van a szívünkben a hálaadás azért, hogy a mindenható Isten a legcsodálatosabb fegyverrel, a legdrágább eszközzel, az ő egyszülött fiának a vérével szabadított meg a bűntől, az örök kárhozattól, és azért tudunk bizalommal reménykedve a jövőbe tekinteni, amint az imént hallottuk is az énekszóban, hogy a magyar név újra szép lesz, méltó régi szent diszéhez. Szép lesz, mert Istennek gondja van rá, hogy addig, amíg ember él a földön, a magyar nép, a magyar nemzet mindig egy védett, egy féltőn szeretett
és őrzött nemzet maradjon szerte az egész világban. És akkor, amikor emlékezünk, akkor lehetetlen, hogy a hálaadás ott ne legyen mindnyájunk szívében, ott ne legyen mindnyájunk ajkán. Ezért szeretnék most mindenkit arra kérni, hogy csendesedjünk el, és néhány szóban adjunk hálát Istennek, az ő kegyelméjét, az ő szeretetéjét, imádkozzunk. Mennek és földnek, Ura, édes atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Előtted tédet fejet hajtva, dicsőítjük, magasztaljuk szent nevedet, hogy a te igéd megemlékezésre szólít fel most bennünket. Urunk, hálaadással tekintünk vissza a megtett életútra, nem csak a mi esztendeinknek útjára, amelyet kegyelmedből élhetünk, hanem magyar népünknek, nemzetünknek viharos történelmi múltjára, és mindenütt ott látjuk, Urunk, a te kibeszélhetetlen szeretetednek, a te kegyelmednek és irgalmadnak megtartó csodás erejét. Legyen áldott a te szent neved azért, hogy bár ezernyi ellenség próbált volna rátörni erre a te választott népedre, de neked kedves volt, hogy a legnagyobb mélységekből is kivond, megszabadítsd a te népedet, a leghatalmasabb ellenséget is megszégyenítsd, Urunk, azért, hogy ez a magyar nemzet, ez a magyar nép tapasztalja meg mindenütt a te végtelen kegyelmedet, szeretetedet. Hálát adunk néked, Urunk, azért, hogy ma emlékezhetünk azokra, akik 166 esztendővel ezelőtt, akár otthagyva szeretteiket, családjukat, elindultak egy földi szabadságnak, egy földi békének a kiharcolásáért. Jó lehet az emberi erő, talán éppen kudarcot val, de köszönjük, Urunk, hogy a te mindenek felett való kegyelmed legyőzi a legádázabb ellenséget is, és megtart mindnyájunkat. Kérünk, hogy így őrizd bennünket, Urunk. Őrizd itt Magyarországon és szerte a világon azt a népet, azt a nemzetet, akit te Jézus Krisztus vére hullása árán népeddé fogadtál. Őrizd, kérünk, a felnövekvő nemzedéket. Őrizd meg vérontásoktól, őrizd meg minden atrocitástól, hogy békében, boldogan élhessen a te néped nemzedékről nemzedékre. De emlékeztes mindenkor bennünket arra, Urunk, hogy ez a nap, március 15-e, hadd legyen mindnyájunk életének határköve, úgy, mint ahogy a zsidó népnek az Egyiptomból való szabadulás napja. Hogy hadd érezze meg minden magyar ember, minden benned hívő keresztjén azt, hogy te irgalmas, kegyelmes vagy, aki új élettel, boldog jövendővel ajándékozod meg a te népedet. Hallgasd meg könyörgésünk szavát, Jézus Krisztusnak, ami megváltónknak nevében kérünk. Áldj meg, bocsáss meg nékünk, szánj meg és szeress. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszeget, nem téged emleget. Hunjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem. Te szent, te kárhozott.
te drága. Dzsida Jenő Psalmus Hungaricusában megfogalmazott lángoló lelkülettel emlékezzünk és emlékeztessünk 1848. március idusára. Ne felejtsük, és ne engedjük elfelejteni március 15-ét, a szabadság napját, a magyar szabadság születésnapját. Az ünnep előestéjén, 1848. március 15-ére hangolódva, mindnyájunknak eszünkbe jutnak diákéveink történelemórái, felvillan a márciusi ifjak neve, talán az arcképe is. Nagyszülők és unokák együtt idézik Petőfi nemzeti dalának refrénjét, a magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 166 évvel ezelőtt, ezen a napon, március 14-én Petőfi és radikális társai nem sejthették, hogy milyen változás elindítói lesznek e költeménnyel s a 12 pont megfogalmazásával. Természetesen mindez mit sem ért volna Petőfi, Jókai, Vasvári, Bujovszki tetrekészsége, lelkesedése nélkül. S amint azt Petőfi naplójából tudjuk, a lelkesedés olyan, mint a görög tűz. Víz nem oltja el. Ezzel az ifjúi hévvel sikerül majd másnap kiszabadítani Táncsicsot börtönéből, s az újjongó ifjak a kiszabadított írókocsiából kifogták a lovakat, s az írót diadalmenetben vitték Pestre, ahol a Nemzeti Színházban a tiltott Bánkbánt játszották. Ez a maroknyi fiatal elindított egy lavinát, amely később gyökeresen megváltoztatta a magyar nép életét. De vajon milyen hazát álmodtak meg 48-ban Petőfiék? Vajon a mai Magyarország az az ország, amiért a márciusi ifjak hősi halált haltak? Ma, 2014-ben a mi kezünkben van a döntés lehetősége, hogy a nagy elődök által kitaposott utat híven kövessük. Hogy továbbra is érték maradjon a becsület, a tisztesség, a tudás. 1848-ban Kossuth a Magyar Országgyűléstől kért segítséget céljai megvalósításához. Mi, 2014-ben egyedül Istentől kérhetjük az útmutatást, adjon bölcs törvényeket a törvényhozóktól, és bölcs törvényhozókat a néptől, akiket betartható és megvalósítható ígéretek, őszinte tettek és igaz szavak vezérelnek, akik Márai Sándorral vallják, szeretni és szolgálni kell a népet, amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél és fajtánál is erősebb kötőanyag, a közös nemzeti sors kötöz. Ez a dolgunk Európában. 1848 hősei mintát adtak nekünk, példát, magyar eszményt, amelyért nekünk nem a harctéren, hanem a szavazófülkében, majd pedig a mindennapokban kell helytállnunk. Széchenyi István írta, az ember annyit ér, amennyit használ. 48 hősei kimondhatatlanul sokat használtak a hazának. E forradalmárok tetteit a hazaszeretet vezérelte. A magyar hazáról való gondoskodás vágya lelkesítette mind a márciusi ifjakat, mind pedig a honvédsereg katonáit. A hazaszeretet számunkra sem lehet más, mint tettekben megnyilvánuló gondoskodás hazánkról, településünkről, szűkebb környezetünkről. Vegyünk hát példát 48 hőseiről. Kívánatos lenne, ha 1848 márciusának közösségteremtő ereje áthatná településünket. Ha belátnánk, hogy akármilyen nézeteket vallunk, ugyanazt a jövőt építjük, minden különbözőségünk dacára. A hétvége elmúltával pedig, mikor a kokárdák visszakerülnek a fiókba, törekedjünk arra, hogy ne csak egy év múlva jussanak eszünkbe újra 48 forradalmának kulcsszavai, hanem a hétköznapokon is igyekezzünk tetteinkkel, életvitelünkkel bizonyítani, hogy méltó utódai vagyunk 48 mártírjainak. Ebben
s közös magyar jövőnk építésében legyen segítségünkre, és maradjon menedékünk Isten, amint Áprili Lajos fogalmazta, s mikor völgyünkre tört az áradat, s már hegy se volt, mely mentő csúccsal incsen, egyetlen egy kőszikla megmaradt, egyetlen tornyos szikla száll, az Isten. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen a hiteles, lelkesítő, butító szavakat. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van ez ünnepi estben. Köszöntjük a helybelieket az egyházközség nevében, és köszöntök mindenkit, aki a környékről érkezett, Zsadányból, Békéscsabáról, Okányból vagy bárhonnan. Külön köszönjük a békéscsabai hagyományőrző honvédeknek az itt létét, és szolgálatát, és mindazt, ami gazdagítja az ő jelenlétük által a mi együttlétünket. Külön köszönet a rendőrség és a polgárőrség munkatársainak, és mindazoknak, akik az egyházközség munkatársaiként, szolgálattevőként, önkéntesként, alkalmazottként szolgálnak abban, hogy ez az este valóban az ünnep előestéje legyen. Így következik most a gyülekezet énekkar és a citera zenekar Kossuth dalokat éneklő közössége, majd pedig a kegyelet virágainak az elhelyezése történik. Az este végén fellépett a citera zenekar az énekkarral közösen, és Kossuth dalokat adtak elő, majd végezetül virágokat helyeztek el a világháborúk és a forradalmak áldozatainak emlékére felállított emlékmű talapzatánál, ezzel is megemlékezve az 1848-49-es forradalom hőseiről. Oh, dear.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon te néked békés, boldog jövendőt. Amen.